más témával folytatjuk. Egyre több a motoros az utakon, azonban ha a járművek és a vezetőik nem elég felkészültek, komoly baleseti forrás jelenthetnek a forgalomban. A motorokat tavasszal az első használat előtt műszakilag is fel kell készíteni a szezonra. Mindenképpen ellenőrizni kell a fékeket, a lengéscsillapítókat és a gumik állapotát. Az első kilométereket a szakemberek szerint érdemes óvatosan megtenni, mivel a téli hónapok alatt a legtöbben egyáltalán nem motoroznak, így még a legrutinosabbak is elszoknak a kétkerék érzésétől. Az autóvezetőknek is szokniuk kell a motorosokat. Mindenféleképpen tudatosítani kell az autóvezetőknek magukban az, hogy a közeledő motorkerékpár sebességeit, távolságát a legnehezebb megítélni, így mindenféleképpen biztosítsanak elsőbséget a közeledő motorkerékpárnak. Azt mindenféleképpen tudatosítani kell a motorosokba, hogy egy közlekedési balesetben, hogyha a motoros résztvevő, nagy valószínűséggel a sérülés az borítékolható, hiszen nem védi őket passzív biztonsági eszközök, illetve aktív, se nincs biztonsági öv, nem védi őket légzsák, illetve karosszéria. Tehát mindenféleképpen tudatosítani kell magukba, hogy két keréken ülnek, és tudatosan átgondolva kell közlekedniük. Baleseti okok között szerepel első helyen a sebesség túllépés, illetve azt követi az elsőbség és előzés szabályainak megsértése. A sebesség megválasztásánál ugye a mai motorkerékpárok nagy teljesítményűek, nagy sebességre képesek. Mindig azt tanácsoljuk, hogy mindenki a képességéhez mérten vezessen, és ismerje a járművét, viszont ne közlekedjen rutinosan. A motorosoknak időnként érdemes vezetéstechnikai tréningen is részt venniük, ami a váratlan helyzetek sikeres kezelésében segíthet. Talán nem késő még most sem arról beszélni, hogy miért érdemes csinálni akkor, hogyha valaki kezdi a szezon felül a motorra, és akkor motorozik. Remélem, hogy kevesen fognak idén balesetet szenvedni motoron. Erről beszélgetünk Kuncsik Lászlóval, a megyei kormányhivatal osztályvezetőjével. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy eljött. Szerintem erről érdemes bármikor, bármennyit beszélni, mert állandó probléma lehet, és ahogy a bejátszásban is elhangzott, karosszéria nem védi a motorost, nagyon könnyű megsérülni. Kezdjük ott, hogy ha valaki azt gondolja fiatalon, vagy középkorúan, vagy akár idősen, hogy megtanulna motorozni, akkor mivel néz szembe? Mit kell mindenképpen megtanulni most? Kezdjük a képzés oldaláról, hiszen a autós iskolák nagyon jó felkészült szakemberekkel dolgoznak, és maga a képzésnek a kimenetel be, illetve kimeneteli része is elég komoly feltételeket teremt. Elméleti képzésben egy elég alapos ismeretanyagot szereznek a jelöltek, majd a gyakorlati képzés is két részből áll. Történik egy rutinpályás, úgynevezett járműkezelési felkészítés, majd azt követi egy forgalmi felkészítés, forgalmi vizsgával zárul. Na most értelemszerűen a képzés színvonala és a vizsgáztatás színvonala ad egyfajta útravalót annak a fiatalnak, aki most a motorozással ki akar kerülni a közúti forgalomba. Én autós vagyok, nyilván valamennyire ismerem a Quest, van hozzá jogosítványom, de néha azt érzem, hogy a motoros, akinek is szintén van jogosítványa, nem ismeri a Quest. Például előfordul az, hogyha arra szól a sor, az autó sor, akkor a motoros, mondjuk kis motorra, mopeddal nem nekem balról előz meg, hanem jobbról, ami nekem nagyon nem tetszik, gondolom nem is helyes. Mi történik, hogyha valaki motorra ül, elfelejti a Crest? Nem. Annyiba kiegészítem, hogy Crest szabályai szerint a motorok, segédmotorok autósor között előre mehetnek a jelzőlámpáik, ha éppen piros a lámpa, de a kerékpárosok nem. Ők csak az állósor mellett jobb oldalról közelíthetik meg a jelzőlámpás kereszteződést, de mondom, ez feltétele, hogy dugó vagy piros lámpánál álljon a sor. De a Crest nem felejtik el, itt a túlzott kockázatvállalás az, ami talán szemléletbeni váltással, egy ország közlekedési kultúrájának a változásával előbb-utóbb szerintem javulni fog. Kicsit segítsen abban, hogyha valaki motoros, mire figyeljen az autókkal kapcsolatban, és fordítva, ha valaki autós, mire figyeljen, nyilván egy motoros adott esetben sokkal gyorsabban megy, mint egy autós. Igen, kezdjük az autósokkal,
hiszen a motoros ősszel leteszi a motorját, tavasszal előveszi, kellene egy technikai felkészítés a motor műszaki állapotának átvizsgálása, ezt sokan elfelejtik, sokan elhanyagolják, és ahogy a jó időbe köszönt, akkor megjelennek a motorosok a közúton, és minden autós azt tapasztalja, hogy amíg eddig a tükörben nézett és nem látott semmit, majd újra a tükörben néz, akkor már ott van egy motoros, mert igen nagy sebességgel jönnek ezek a motorok. Tehát az autósoktól elvárható a nagyobb körültekintés és a figyelemmel való közlekedés. Motoros szempontból ugyanez a helyzet, hogy azt látni kell a motorosnak is, mert a motorozás az egyfajta álom, csak hogy ne váljon rémálommá, értelemszerűen a motorosnak is gondolni kell azokra a közlekedési szituációkra, amelyek egy kis odafigyeléssel mindkét részről kivéthetők lennének. Valahogy a szabályok azt rögzítik-e, szabályozzák-e, hogy valaki ráülhet-e nagy motorra, vagy nem ülhet rá nagy motorra, vagy mit ajánlanak, hogyha valaki kevésbé képzett, akkor inkább a kis motort ajánlják neki, vagy valaki, ha elég bátor, akkor üljön nagyra. Szóval valahogy ezt szabályozzák-e? Igen, a jogalkotó erre gondolt, és bevezetésre került. Egyfajta, hát uniós direktívánk alapján épül föl most a motorozásnak a hierarchiája, ha lehet ilyet mondani, és ennek pont az a célja, hogy a megfelelő életkori és jártassági feltételek alapján válasszon valaki motortípust, illetve annak a kategóriának feleljen meg. Lehetővé teszi a jogszabály rendszere, hogyha valakinek nincs úgynevezett motoros előélete, de eléri az életkort, akkor ő egyből felülhet a nagy motorra. Sokan szembesülnek vele, hogy ez kicsit felelőtlenség. Hány éves kortól lehet? A nagy motorról induljunk, kezdjük azzal, 24 éves kortól lehet megszerezni a úgynevezett korlátozás nélkül nagy A kategóriát. De ez hány köbcentitől fölfelé van körülbelül? 125-250? 595-től fölfelé, és legalább 40 kilowatt motor teljesítmény. Na most ezekből a számokból is látszik, hogy ezek a motorok óriási teljesítményűek, összességében kicsi, fajlagosan kicsi a súlya, nagy a teljesítménye, tehát ebből adódik a közlekedési szituációknak egy része, a túlzott kockázatvállalás, és ezeknek a motoroknak a sebessége, gyorsulása, ez mind predesztinálja arra a motorost, hogy néha egy kicsivel kövérebb gázt húzzon, amit nem lenne szabad. Beszéljünk egy picit a mopedekről még így a végére. Ugye sok fiatalt látni ezekkel a kicsik motorokkal haladni. Úgy tudom, hogy ott van egy sebességkorlát is, 50 km per óránál gyorsabb nem lehet ez a motor, viszont gyorsabb. Tehát alapból gyorsabb ez a motor. Igen. Nem lehet ezt szabályozni, hogy lefolytani azt a motort, vagy valamit csinálni vele, hogy a fiatal ne tudjon 50-nél többen menni? Igen. 40 km per óra. Na, akkor még jó. Igen. Lassabb. Itt az a lényeg, hogy ezek a motorok 50 köbcentisek, és ezekkel a motorokkal helyesebben úgy fogalmazok, hogy a mai modern robogók, segédmotorok szintén elég nagy teljesítményűek. Egyébként le lehet és le is kell folytani, és a kategóriának megfelelő sebességgel és kultúrával kell vele közlekedni. Na, remélem tudtunk segíteni a motoros társadalomnak. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, várjuk máskor is. Köszönöm szépen.